Jó estét, ez a 35 perc a Kölcsei Televízió közéleti magazinja. Egyre komolyabb tünetekkel kell együtt élni a mindennapokat az allergiásoknak. Hogyan lehet enyhíteni a problémákon? Erről is szó esik a mai műsorban. Nézzük a kínálatot. Honvéd Kadét program. Egyre több középiskola vesz részt az együttműködésben. Városnap. Ünnepi közgyűlést tartottak Nyíregyházán. Allergia. Súlyosbodó tünetekkel néznek szembe a betegek. Az Incédi György szakképzőiskola is belépett a Honvéd Kadét programba. Így a megyében már 8 oktatási intézmény részes az együttműködésnek. Miért jó ez a diákoknak és miért a honvédségnek? Vendégem Cél István alezredes, a Magyar Honvédség második vitéz Vattai Antal területvédelmi ezred parancsnok helyettese. Jó estét, köszönöm szépen, hogy elfogadta a megkívásunkat. Jó estét kívánok a nézőknek. 8. intézmény már az Incédi György szakképzőiskola, amely belépett ebbe a programba. Mit is kell erről a programról tudni? Honnan indult, melyek voltak az eddigi együttműködő iskolák? Mit lehet a programról tudni a megyében? Hát először is néhány gondolatot hagy mondjak el a programról általánosságban. A Honvéd Kadét program az emelt szintű honvédelmi nevelést hivatott támogatni, amelyet a katonai szervezetek feladata. A Magyar Honvédség által támogatott honvédelmi nevelés nem merül ki abban, hogy a Honvéd Kadét programot működteti a Magyar Honvédség katonai szervezetei, hanem egy általános honvédelmi nevelési programja is van a Magyar Honvédségnek, amelynek az elemei különböző kiállításokat tekinthetnek meg az érdeklődők, laktani nyílt napokat, katonai bemutatókat. Ezekből a programokból kiemelném az országos haditornaversenyt, amely nagy népszerűségnek körülrend a középiskolák körében, illetve a honvédelmi táborokat, amely szerintem egyrészt a szülőknek nagy segítség a nyári időszakban, hogy 5 napot a honvédelmi táborokban tölthetnek a gyerekek felügyelet alatt. Ezek azok a programok, amelyek általánosságban támogatják a honvédelmi nevelést. Ugye a Honvéd Kadét program, mint említettem, az emelt szintű honvédelmi nevelést hivatott támogatni, mégpedig a középiskolákban. A különböző középiskolák együttműködést kötnek a Magyar Honvédségnek egy bizonyos katonai szervezetével, és ez a katonai szervezet hivatott támogatni a középiskolákban folyó honvédelmi nevelést és oktatást. Ez azt jelenti, hogy akkor az iskolai rendszeren belül, vagy gondolom inkább délutánonként, vagy ahogy az iskola meg tudja szervezni, ezeknek a diákoknak van olyan órájuk, ami honvédelmi alapismeret néven fut. Így van, a Honvéd Kadét programmal kapcsolatban ugye 3 szintről beszélünk, van az első szintje. Ez a képzési forma azokban a középiskolákban, gimnáziumokban és szakképző intézményekben érhető el, akik csatlakoztak ehhez a programhoz. Ezekben az intézményekben honvéd közismereti képzés folyik. Ez azt jelenti, hogy az iskola vállalja azt, hogy a honvédelmi alapismereteket, mint tantárgyat oktatja a diákoknak, a diákokat felkészíti érettségi vizsgára. Tehát ez tanulói keretek között folyó nevelést és oktatást jelent, amelynek van egy szabadidős lába is, ugyanis a diákok éves szinten 36 órában vesznek részt honvédelmi jellegű szabadidős foglalkozásokon. Az iskolában, vagy ezt esetleg máshol? Nem az iskolában, hanem ezek szervezhetőek különböző kirándulások, túrák formájában, alakulatlátogatásokat tehetnek a diákok. Azt kell tudni a szabadidős programlábról, hogy a szabadidős programokat a Honvédelmi Sportszövetség pályázat formájában támogatja. Tehát amikor az egyik iskola belép ebbe a programba, akkor egyrészt együttműködési megállapodást köt egy katonai szervezettel, másrészt pedig a Honvédelmi Sportszövetséggel, és a Honvédelmi Sportszövetség hivatott arra, hogy a szabadidős programokat pályázat útján megfinanszírozza az iskoláknak. Tehát itt az iskolában az oktató pedagógusnak kell azt átgondolni, hogy mi az a program, ami érdekli a diákokat, hova érdemes őket elvinni, hogy az általa kitűzött nevelési cél az teljesüljön. Az alapismeretek során mi az, amit tanulnak a diákok? Fegyverismeret, szóval Tehát egy elég összetett témát tanulnak, ez felöleli a hadijogi ismereteket, általános hadtörténelmi ismereteket is tanulnak a diákok, biztonságpolitikai ismereteket, és vannak a tantárgynak olyan része, amit szívesebben tanulnak, gyakorlatilag foglalkozások is. Általános katonai ismereteket tanulnak, egészségügyi ismereteket, tereptan ismereteket, túlélési ismeret, táborozási ismereteket, tanulnak lőelméletet. Tehát sok olyan dolgot tanulnak a diákok, ami alapvetően gyakorlati foglalkozásokra épül, épp ezért szeretik ezt a tantárgyat tanulni, mert a hangsúlya gyakorlatias foglalkozásokon van.
Amikor egy diák ezen gondolkodik, kik, akiknek ez esetleg jól áll? Tehát kell egy belső indítás, gondolom, ahhoz, hogy valaki ilyesmit tanuljon, de inkább fiúk, inkább lányok, mi a tapasztalat? Hát érdekes módon nem mondanám azt, hogy csak fiúk jelentkeznek, hanem szép száma található honvédkadétok között lány is. Nyilván ez alapvetően kell egy belső indítatás is, és az, hogy ez egy kicsit ez a belső indítatás felerősödjön, éppen az említett általános honvédelmi nevés támogatása kapcsán említettem azt, hogy nyáron honvédelmi táborokat szervezünk, ahova 12 éves kortól lehet jelentkezni. Na most a honvédelmi táborokban lehetőség van arra, hogy a diákban egy kicsit felébredjen ez a kicsit elhivatottság a katonai pálya iránt, vagy akarja jobban megismerni ezt az élethivatást. És mi a honvédelmi táborokban már felhívjuk a figyelmét a résztvevőknek arra, hogy mely iskolákban tanulhatnak honvédelmi ismereteket is. Ha valakinek az iskolája bekapcsolódik ebbe a programba, akkor csak 9-esként léphet be a rendszerbe, hogy aztán 4 éven keresztül tanulja ezeket, vagy lehet, hogyha valaki 10-es, 11-es, akkor is valamilyen ismeretre azért szert tehet. Az az ideális, hogyha 4 éven keresztül tanulják ezt a tantárgyat. Van arra lehetőség, hogy 2 év alatt föl lehet készülni ebből a tárgyból az érettségire, de sokkal ideálisabb, hogyha 4 éven keresztül foglalkoznak ezzel a diákok. A Honvéd Kadét program első szintjén ez azt jelenti, hogy heti 1-2 órában tanulják ezt a tárgyat, és a negyedik évfolyam végére pedig nagyjából 240 órát hallgatnak és tanulnak végig a diákok ebből a tárgyból. És akkor mindenképpen, aki erre jelentkezik, az érettségiznie is kell ebből a tantárgyból. Hát mivel választható tantárgy, feltételezzük, azért választja a diák, hogy ebből érettségizni szeretne. Nyilván, hogyha ő másképp dönt, hogy választ egy másik tárgyat érettségi tárgyként, akkor az ő szíve joga, tehát nem kötelező ebből érettségizni. A Honvéd Kadét program első szintjén ott nem kötelező ebből az érettségi vizsga. Elég fiatal még ez a program, tehát olyan nagy tapasztalat azért nincs a honvédség számára, de mégis a honvédségnek miért fontos, amellett, hogy kötelezettsége ez a fajta oktatás? Lehet, hogy innen kerülnek majd ki a jövő honvédei? Elképzelhető, hogy kapnak olyan indítatást a diákok, hogy katonai pályára lépnek, de azt nagyon ki kell hangsúlyoznom, hogy a Honvéd Kadét program az nem egy katonai toborzás. Tehát nem arról szó, hogy toborozzuk a diákokat. A programban résztvevő diákok pedig nem katonai kiképzést kapnak. És ez a program nem része a Magyar Honvédség személyzetfejlesztési rendszerének. De ugyanakkor azt tisztán kell látni, hogy a program során lehetőség van arra, hogy a diákok megismerjék a honvédségi hivatást, a katonai hivatást, ezáltal a katonai pályaorientációt mi tudjuk segíteni, illetve nyilván ez egy bizonyos fajta utánpótlást is jelent a Magyar Honvédségnek ez a program. De nem ez a kifejezett célja. De mondjuk, ha valaki egyetemre ilyen tárgyú szakot fog választani, akkor ott előnyt élvez azokkal szemben, akik középiskolában nem tanultak ilyesmit, gondolom. Egyrészt az ismereti révén is egyfajta előnyben van a többiekhez képest, másrészt egy hatalmas előnyt jelent az, hogy ebből a tárgyból lehet emelt szinten is érettségi vizsgát tenni, és aki eredményesen teljesíti a követelményeket, hogyha a közszolgálati egyetemre jelentkezik, akkor a felvételi eljárásban 50 plusz pontot kaphat. Én úgy gondolom, ez elég nagy segítség egy diáknak. Igen. Az intézmény számára miért hasznos ez az együttműködés? Egyáltalán mennyire kell győzködni a megyei középiskolákat, hogy vegyenek részt ebben a programban? Mennyire szívesen csatlakoznak ehhez az együttműködéshez? Még mielőtt beszélünk az iskoláról, néhány szót azért, hogy miért jó még a diáknak, hogyha ez a programhoz csatlakozik. Egyrészt azért is jó, mert ösztöndíjat kapnak azok a diákok, akik ebben a programban részt vesznek. Egyébként önkéntes a jelentkezés erre a programra, és a programban a részvétel feltétele a szülői hozzájáruló nyilatkozat. Az a diák, aki részt vesz ebbe a programba, őt nevezik honvéd kadétnak. A honvéd kadét pedig ösztöndíjat kap, mégpedig a tanulmányi eredményétől függően ez 8 és 48 ezer forint közötti összeg lehet. Ez akkor is, hogyha gimnazista. Tehát, hogyha gimnazista. Uh-huh. Így van. Mert ott amúgy nem kapnak. Igen. Így van. Ezen kívül, amiért még egy diáknak érdemes ezt a tárgyat felvenni és tanulni, az, hogy érdekes tanórákon és szabadidős programokon vehet részt, ez egy nagyon fontos dolog. Aki esetleg érdeklődik erőteljesebben a katonai hivatás iránt,
annak lehetősége van már diákként egyenruhába bújni, ugyanis a diákok ellátása formaruhával ez év tavaszától elkezdődött. Illetve a Honvédelmi Sportszövetségnek a kedvezményeit és tanfolyamain lehetnek részt ezek a diákok. A felvételi pluszpontokat pedig már említettem. Ha az iskola oldaláról nézzük, hogy miért jó az iskolának ebben a programban részt venni, én úgy gondolom, hogy azért jó, mert a maga az iskola profilja bővül, tehát el tud indítani egy olyan képzési programot, amely úgy tűnik, hogy a mai fiatalok körében vonzó és érdekes, úgy is mondhatnánk fiatalosan, hogy trendi ezen a képzésen részt venni. A másik, amiért az iskolának érdemes csatlakozni a programhoz, nem lesz magára hagyva az iskola program végrehajtása során, hogy az iskolának biztosítani kell a tanári karból pedagógust, aki oktatja ezt a tárgyat. Ugye ezt a pedagógust a Magyar Honvédség térítésmentesen fölkészíti arra, hogy tudja oktatni ezt a tárgyat. Ugye a tantárgy tematikát említettem, és elég sok katonai jellegű tárgy van benne. Nyilván vannak olyan speciális képzettséget igénylő tananyagrészek, meg olyan speciális eszközöket igénylő tananyagrészek, amit egyrészt a pedagógus még most így nem fog tudni leoktatni, és eszköz sincs az iskolában. De a Magyar Honvédség nem hagyja magára az iskolát, hanem egy kijelölt katonai szervezet támogatja az iskolát abban, hogy ezeket a tanórákat is eredményesen tudják oktatni a diákoknak. Ugye a programnak nem csak tanórai része, említettem azt, hogy szabadidős programokat is kell szervezni az iskolának, és szó volt arról is, hogy az iskola a szabadidős programok szervezésében nem marad magára, ugyanis a Honvédelmi Sportszövetség pályázatára tud jelentkezni az iskola, és ezekkel tudjuk mi támogatni a különböző programoknak a megvalósulását az iskolában. Mit csinálna a szülő, hogyha a gyermeke szívesen venne ilyesmivel részt, viszont az iskola, ahova jár a gyerek, nem tagja ennek a programnak, akkor az iskolát kell meggyőzni, hogy lépjen kapcsolatba önökkel, vagy van esetleg arra is lehetőség, hogy kívülről kapcsolódjon a programhoz valamilyen formában? Szakkör jelleggel, ahol működik, elméletileg lehet kapcsolódni hozzá, de nyilván a gyereknek a tanrendje, az elfoglaltságai, ugye egy utazni kell egyik iskolába a másikba, valószínű, hogy ezt meg fogják hiúsítani. Én nem hiszem, hogy könnyen tudnak így csatlakozni ezzel a programhoz. Tehát az a célszerű, hogyha a diák olyan iskolába jár, ahol ez a program már működik. Egy záró kérdés, ugye határainkon túl nem is olyan messze háború zajlik, sajnos orosz-ukrán háború. Ez a tény maga, benyomását kérdezem, elrettenti esetleg a szülőt vagy a gyermeket ettől a élethivatástól, vagy inkább kedvet csinál hozzá az, hogy valóságos háború zajlik, nem olyan messze tőlünk? Én azt nem tapasztalom, hogy elrettennének ettől sem a diákok, sem a szülők. Igaz, hogy még számokkal nem tudom igazolni, de jövő ősztem már nyilván a számok is rendelkezésre állnak, de nekem az a benyomásom, hogy nincs elrettentő hatása. Hát azt kívánom, hogy sikeresen induljon akkor ősszel a program, az INCEDI-ben is. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Pénteken ünnepelte újratelepítésének 269. évfordulóját Nyíregyháza. A megyeszékhelyen ezért ünnepi közgyűlést tartottak, amire meghívták a testvérvárosok képviselőit is. Nyíregyháza újratelepítésének 269. évfordulóját ünnepelte a megyeszékhely. A hagyományosan megtartott ünnepi közgyűlésen Eperjes, Beregszász, Szatmárnémeti, Szentpölten, Nagykapos és Gorlice városok delegációi is részt vettek. Ünnepi beszédében Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere elmondta, a megemlékezésnek több jelentősége is van. Az idei városnapi programsorozat különösen gazdag, hiszen kettős jubileum is kapcsolódik hozzám. Eperjes és Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatának 30 éves, Beregszász és Nyíregyháza partnervárosi kapcsolatának 15 éves jubileumát is ünnepeljük. Elődeink olyan történelmet írtak, amelyből bármikor erőt meríthetünk, és büszkén tovább örökíthetjük azt gyermekeinkre. Ez az örökség is kötelez bennünket, hogy tegyük meg mindent városunk biztonságáért, fejlődéséért, a nyíregyháziak gyarapodásáért és boldogulásáért. És ezt is tesszük. A múlt hagyományait tisztelve és megőrizve építkezünk ma is, hittel és elszántsággal. Mert a nyíregyháziak megörökölték elődeik szorgalmát és kitartását.
megbecsülik a munkát, a családot és a partnereiket. És az, hogy testvérvárosaink és partnervárosaink együtt ünnepelnek velünk, nagy megtiszteltetés számunkra. Az elmúlt évtizedek alatt számos területen valósult meg együttműködés és szövetség közöttünk. És ez a partnerség hosszú évek, évtizedek óta biztos alapot nyújt a lehetőségek megragadásához, közös céljaink megvalósításához. Köszönet illet mindenkit, akinek része, munkája volt ennek a gyümölcsöző kapcsolatnak a kialakulásában és a fenntartásában. Sajnos a világjárvány nagy terhet jelentett valamennyiünknek. Két évig nem rendezhettük meg ezt a hagyományos ünnepséget, mely rendszerint testvér és partnervárosi találkozó is. És sajnos nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem, hogy napjainkban is árnyékot vett erre az ünnepi találkozónkra a szomszédunkban zajló háborús konfliktus. Ezúton is szeretném biztosítani az Ukrajnában és a Kárpátalján élőket az együttérzésünkről. Kívánom, hogy minél hamarabb legyen újra béke, és a sok százezer ártatlan menekült visszatéressen hazájába. Ahogy eddig, úgy a jövőben is minden Ukrajnából érkező menekült család számíthat a támogatásunkra, mint ahogy számíthatnak ránk Ukrajnában lévő testvér és partnervárosaink, Ungvár, Beregszász és Ivano-Frankivszk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nyíregyháza újratelepítésének 269. évfordulóján, tisztelegve elődeink munkája és eredményei előtt, megköszönve testvér és partnervárosaink együttműködését, kívánom, hogy békében, biztonságban és bőségben fejlődhessenek tovább városaink és országaink. És a jövőt tekintve ennek a fejlődésnek része kell, hogy legyen kapcsolataink tovább erősítése, hogy a kultúra, az oktatás és a sport területén megvalósult együttműködésünk a turizmusban kialakult kölcsönös érdeklődés mellett újabb, az üzleti és a gazdasági szférára is kiterjedő kapcsolatok szövődjenek. A partner és testvérvárosi kapcsolatok hivatalos megerősítésének jelképeként az ünnepi közgyűlésen egy oklevelet is aláírtak a felek. Beszédében Babják Zoltán, Beregszász polgármestere pedig elmondta, hálásak azért a segítségért, amelyet az orosz-ukrán háború kitörése óta kaptak hazánktól. A szó, amit szeretnék elsősorban mondani, az a köszönöm. Köszönöm azt, hogy polgármester úr a képviselői testületével együtt ez alatt az 15 év alatt folyamatosan a púzusunkon tartja a kezét, úgyhogy lehetőségének mérten segíti az együttműködésünket. Nekünk van egy közös cégünk, ami Beregszásznak stratégiailag fontos létesítménye az egészséges élethez nélkülözhetetlen a víz és a mi vízzel látórendszerünk, a csatornázási rendszerünk az Nyíregyházában, a kóprodukcióban működik, és azért tud csak hatékony lenni, mert folyamatosan kapjuk a tanácsokat, technológiai segítséget, illetve azt, hogy stabilan tudunk tovább működni, ez roppant fontos szerepet játszik ebben Nyíregyháza. Éjjel-nappal a háborúban vagyunk, nem szerettem volna, és nem is fogok sokat háborúról beszélni, csak annyit szeretnék elmondani, hogy roppant nagy segítség számunkra az, hogy nem alakult ki a háború első napjaiban humanitárius torlódás az ukrán-magyar határon. Ennek nyilván a beregszásziak látták volna a szörnyű szociális hátrányát. Az, ami az első napokban történt, ezek a több órás vagy napos sorok, ezek a karitatív szervezeteknek köszönhetően, a megyei vezetésnek köszönhetően, a Nyíregyháza város vezetésének köszönhetően, a rendvédelmi szerveknek köszönhetően fel lett megfelelően dolgozva, és azt hiszem, hogy logisztikai szempontból kiválóan vizsgázott mindenki. Ezt szeretném megköszönni úgy a kárpátaljak nevében, mint a Kárpátaljáról idéglenesen eltávozottak nevében is, és nyilván a köszönet azoknak a nevében is jár, akik ukrán honfitársainként azt a döntést hozták meg, hogy ebben az irányban távoznak az ország területéről addig, ameddig nem lesz vége ennek a háborúnak. Isten óvja Nyíregyházát, Isten óvja Magyarországot, köszönünk minden olyan segítséget, amit tudott Beregszász kapni az anyaországtól, Nyíregyházától, mint megyei jogú várostól.
és a magyar kormánytól. Az ünnepi közgyűlést követően közösen megkoszorúzták a városalapítók szobrát. Egyre jobban szenvednek az allergiás tünetektől a betegek, idén sokkal jobban megkeseríti a mindennapokat a pollen terhelés, mint az elmúlt években. Az okokról és a lehetséges gyógymódokról kérdezem dr. Csajbok Valéria, tüdőgyógyász, allergológust. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az a tapasztalatom a környezetemben, én magam nem vagyok még allergiás, hogy most valahogy kicsit jobban szenvednek, mint az elmúlt években. Jól érzékeljük ezt? Most valahogy kicsit másabb az idő? Vagy ez csak azért van így, mert a mostani az szemünk előtt van? Mosolyogtam ezen, hogy az idén rosszabb. Sajnos ez minden évben rossz. Mindig úgy érezzük, hogy ez a legrosszabb évünk. Mi azt tapasztaljuk, hogy minden év egyforma. Minden évben nagyon sok régi és új betegünk van, aki allergiától szenved. Van, hogy kicsit hamarabb kezdődik? Ahogy ugye az évszakok összeérnek, ezt tapasztaljuk, erre mindenki panaszkodik, hogy az a szép tavaszi idő eltűnik. A pollenek pedig meghatározott sorrendben jönnek az időjárásnak megfelelően a légkörbe. Ugye, hogy hirtelen tél után egyből nyárba esünk, a pollenek is nagy mennyiségben, dömpingben vannak jelen. Ezért érezhetjük azt, hogy egymásba csúsznak ezek az allergia szezonok. Tehát aki csak mondjuk februárban a barkára vagy a mogyoróra allergiás, az most sajnos már márciusban jönnek a koránvirágzó fák, tehát úgy összecsúszik az egész, tehát hirtelen nagy számú allergiás beteggel találkozunk, ezért érezzük azt, hogy nehezebb vagy rosszabb, mint a tavalyi vagy a tavaly előtti. Most május közepe van, most milyen pollenektől szenvednek az allergiások? Most a fák, a koránvirágzó, illetve középvirágzó fák, nyírfa, nyárfa, látom, most virágzik az akác, jönnek már a fűfélék is, fenyőfélék, citrusok, ezek most mind virítanak. És akkor nyilván az egyik legallergizálóbb gyógynövényünk a parlagfű, az majd valamikor a nyár közepén. Igen, itt a mi megyénkben azt tapasztaljuk, hogy olyan augusztus közepén, tehát mindig az augusztus 20-hoz kötjük a betegeknek az időpontot. Ez azért érdekes, mert a szezon előtt már el kellene kezdeni az allergiagyógyszert, úgymond felvételezve legyünk a szezonra. Tehát szoktam javasolni, hogy augusztus 20 előtt, ha még nincs is tünetük, kezdjék el a gyógyszeres kezelést, aki ismert allergiás. És az allergiát gyakorlatilag mindenképpen muszáj gyógyszerrel kezelni, vagy vannak esetleg olyan módszerek, amelyekkel lehet csökkenteni a tüneteket, és nem gyógyszeres? Természetesen minden megoldás érdekli az allergiás betegeket, illetve az allergiás betegeket kezelő orvosokat is. Mindenféle alternatív gyógymód, amit a beteg jónak talál, az mindenképpen ajánlott. Ugye a legfontosabb az allergén elkerülése. Pollenek esetén ez nehezen megoldható, de ilyen trükkökkel, hogy pollenszűrő a kocsiban, például vannak már olyan szúnyoghálók, ami szintén megszűri a pollent, tehát a pollen terhelést csökkentsük azáltal, hogy mondjuk gyakran hajat mosunk, szakállat mosunk, bajszot, nem teregetjük ki a ruhát, hogy tele kerüljön pollennel, este pedig allergizáljon minket. Például az ágyneműt nem tesszük ki ebben az időszakban az ablakba vagy a teraszra. Tehát ezek olyan módszerek, amelyekkel lehet csökkenteni. Mindenképpen a cél, hogy magát a pollent, tehát az allergén terhelést csökkentsük. Ha valaki eddig még nem volt allergiás, de úgy érzi, talán most valami van, akkor mire figyeljen, melyek azok a jelek, amelyek miatt érdemes szakorvoshoz is fordulni? Ugye a tünetei teljesen megegyeznek egy nátha vagy influenza tüneteivel. Most az influenza szezont úgymond megúsztuk a COVID miatt, de orrfolyás, tüsszögés, szemviszketés, könnyezés, ami kínzó jellegű, nem szűnik a szokásos aszpirinre, forró teára, hetekig fennáll, akkor mindenképpen allergiára kell gondolnunk. Ezek általában egész nap érzékelhetőek, vagy vannak bizonyos napszakok, amikor erősebb a hatása? Vannak napszakok, napszakingadozások vannak, reggel talán kevesebb, bár ébredéskor mindenki beszámol egy kis allergiás panaszokról, attól függ, hogy mennyi a koncentráció. Mi az a koncentráció, ami már zavaró tüneteket okoz, függ a széltől, a páratartalomtól, a melegtől, az esőtől, tehát ez mind befolyásolja a levegőben lévő pollenszámot, a pollenszám mennyisége pedig befolyásolja a tüneteket. Általában felnőtt korban alakul ez ki, tehát egyfajta terhelésre, vagy már gyerekkorban is előfordul? Minden életkorban, és mindkét nemnél egyformán előfordulhat. Tehát azt jelenti, hogy az ember úgy képzelné, pontosan mi is az allergia? Az ember úgy képzelné, hogy az immunrendszernek egyfajta válasza valamire. Tökéletes. Viszont azt gondoltam volna, hogy akkor ideig jól tud reagálni az immunrendszerem, és idő után terítődik, tehát hogy fiatalkorban kevésbé, de ezek szerint ez nem igaz. Ez az immunrendszernek egy kóros, túlzott reagálása. Tehát ez nem immungyengeség, ez pontosan, hogy egy normál allergént, ami ér mindenkit minden nap, az allergiás ember erősen, fokozottan reagál. Tehát idegennek ismeri fel, mondjuk azt a fapollent.
teljesen kórosan, durván reagál, bedugítja az orrot, olyan anyagok szabadulnak, hogy ne kerüljön be a pollen, jön az orrfolyás, a tüsszögés, hogy kimossa mindent, tehát minden reakcióval azzal küzd, hogy a pollentől megszabaduljon. Ezért akkor téves, hogyha valaki erre immunerősítőket szed. Immunerősítőt sose téves szedni, de erre nem. Ez nem segít, igen, sőt találni. Hát rontani nem ront, de nem segít. Hallani olyan gyógymódokról is, amelyek esetlegesen hosszú távú hatást fejthetnek ki, tehát hogy ki lehet-e gyógyulni az allergiából, ez a kérdés? Nem gyógyítható az allergia, tehát ez a kóros reakció válasz, ez működik végig, életünk végig. Vannak szezonalitások, van úgy, hogy évekig nem jelentkezik, van úgy, hogy visszatér. Nyilván befolyásolja, a fiatalokról beszélünk, a tinédzserkor, a terhesség, a gyerekvállalás, a szoptatás. Ez mindegy akkora hormon boom a szervezetnek, ami az allergiát is háromféle, vagy változatlan marad, vagy rontja, vagy javítja. Tehát nem lehet megjósolni, hogy kinél hogy alakul. Előfordulhat, hogy valaki úgy éli le az életét, hogy nem lesz allergiás? Hát vagy azért, vagy ez egy ilyen civilizációs betegség, és az előbb-utóbb mostanság mindenki. Annyi minden furcsát eszünk például, ami adott esetben az immunrendszerünknek a reagáló képességét változtatja. A felnőtt lakosságnak olyan 20%-a allergiás megbetegedés, a légúti allergiáról beszélünk, mert ugye vannak ételallergiák, illetve bőrgyógyászati allergiák, mi most a légúti allergiáról beszélünk, azért 20% az nem olyan sok. Hát sok, akit érint, annak sok, de nem mindenki lesz allergiás. A betegség természetéből adódóan újra termeli önmagát, mert ez egy genetikailag is meghatározott betegség, tehát a hajlamot át tudjuk örökíteni. Akkor ez nem túl jó hír, tehát hogyha valaki anya vagy apa allergiás, akkor lehet, hogy valamelyik gyerek... 30-60% között. Ha mind a két szülő allergiás, akkor 60% eséllyel a gyerek is allergiás lehet. Uh-huh. Régen voltak azok a módszerek, amelyekkel meg lehetett állapítani, hogy mire allergiás az adott személy. Ma is ezek a szúrós módszerek vannak, vagy vannak más módszerek is, mert a gyerekek, tudom, hogy ettől aztán óckodnak, nagyon félnek tőle, Isten mentsen, hogy elvigyük, mert hogy őt ne szólja meg senki olyan sokszor. Ugyanaz a metódus, tehát az alkarhajlító oldalára tesszük fel a leggyakoribb allergéneket, ez nemzetközi meghatározott allergénsor, és a gyerekek, én ugyan felnőtt gyógyász vagyok, de hát nem szúrás, karcolás, azt szoktuk mondani a gyerekeknek, van ez a módszer, illetve van a vérből meghatározó módszer, az egy kicsit drágább módszer, mármint az OEB-nek, tehát első lépés mindig a bőr teszt elvégzése. Hogyha valaki allergiás, akkor úgy érzi magán, hogy allergiás, de nem megy el szakorvoshoz, ez egész súlyos is lehet, tehát érdemes elmenni orvoshoz, vagy lehet csak valahogy magától kezelni, tehát saját magát gyógyítani. Igen, az utóbbi időben tapasztaltuk, nagyon érdekes és nagyon változatos ez az allergiás megbetegedés. Említettem az étel, illetve a bőrgyógyászati allergiákat, azt tapasztaljuk, hogy ezek átmennek egymásba, átfedés van. Az egész enyhe tünetektől a súlyos anafilaxiás sokkig bármi előfordulhat, és nem tudhatjuk, hogy melyik évben mi. Szeretnék itt kitérni a keresztreakcióra. Ugye, mert abban senki nem hal bele, hogy folyik az orra, meg tüsszög, meg eldugul, meg könnyezik. Viszont vannak ételallergiák, itt a legfontosabb a mogyoró, erről már hallottunk is, de ugyanolyan komoly ételallergiát csinál a zeller, a paradicsom. Ha azt tapasztaljuk, hogy főleg allergia szezonban, tehát beszélünk légúti allergiás betegekről, akik allergia szezonban, bizonyos ételek elfogyasztása után, torokzsibbadás, szájzsibbadás, kis tenyér, akkor arra figyelni kell. Tehát ebben az időszakban nem szabad ezeket az ételeket enni, mert ezeknek az ételeknek a genetikája, a pollen genetikájával, adott pollen genetikájával keresztreakciót ad. Ez interneten letölthető, mi is adunk minden betegnek, hogy melyik pollen milyen étellel ad keresztreakciót. És ebben az időszakban ezt kerülni kell. Ugye a paragfi az egyik legallergizálóbb gyomnövény, nagyon sok akció volt arra, hogy írtsuk a paragfüvet. Ezt önök érzékelik, hogy csökkent a betegek száma, vagy nem? Sajnos nem. És ugyanúgy látjuk a parlagfümezőket. Ami régen rendben volt tartva, csatornapartok, vasút, tudja, az a kis füves rész, igen, mind tele van parlagfűvel. Tehát ez valahogy, ez a kampány, ez nem jött át, pedig hát ez lenne a lényeg, hogy a koncentrációt csökkentsük. Vannak betegeink, akik ugyanebben, vagy parlagfű szezonban utaznak el, mert mondjuk külföldi államokban nincs ez a pollen, és nincs panasz. Uh-huh. Tehát egyszerűen nincs pollen, nincs panasz, ennyi a megoldás. Ez nagyon érdekes, hogyha jobban írtanánk, akkor talán könnyebb lenne. Van olyan, hogy valaki egy valamire allergiás, aztán ahogy telik az idő, másra egyre többre, vagy a szervezet kiválasztja, hogy mi az, amit nem tud. Sajnos mindig úgy van, szinte dominó elv szerint van, hogy egyre allergiás, aztán szépen mindenre, és akkor a betegek egyrészt előszeretettel kéri, hogy ismételgessük már meg ezt a bőrpróbát. Szoktuk mondani, hogy nincs értelme, mert nem a
tesztet kezeljük, hanem a beteget. Tehát ha valakinek a bőrpróbája olyan, hogy tavasztól őszig mindenre pozitív, ilyen keresztekkel jelöljük, mondjuk 4 kereszt a legnagyobb, és ő csak tavasszal 2 hónapig vagy 1 hónapig tünetes, csak azt kezeljük. Isten őriz, kezelni végig, hát épp elég az neki. Tehát attól, hogy kijön neki, hogy parlagfűre pozitív, és nincs a szezonban tünete, akkor nem kell kezelni. A tünetet kell kezelni, meg a beteget. Mikor lélegezhetnek fel az allergiások? Október körültől már nincs ilyen jellegű terhelés? Nem tértünk ki erre, de vannak ugye a szezonális allergiás megbetegedések, és vannak az egész éven át tartó allergiás megbetegedések. Aki például háziporra, penészgombára, állati szőre allergiás, annak sajnos egész évben van tünete. Itt leginkább a háziporos betegek, a háziporatkás betegek, ugye ők tavasztól decemberig, vagy januártól decemberig panaszosak, sajnos ők egész évben. Igen, azért az ellen jobban lehet tenni, nem? Vannak praktikák, ugye ezeket tisztítószerekkel, erős porszívókkal, mindenféle ilyen porfogót, de szenvednek azért ezek a betegek. És aki pedig mondjuk valamilyen pollenre, már úgy értem, hogy... Azt viszont nem tudjuk kiszűrni. Azt nem lehet kiszűrni, és akkor október körül megkönnyebbülnek. Igen, én azt szoktam, mint allergológus javasolni, hogyha mondjuk a szülők allergiásak, azért távol tartsuk magunkat attól, hogy házi állatot tartsunk otthon, kutya, macskát szobába, gyerek aludjon vele, mert nem tudhatjuk. Tehát ha valakit nem bombáznak allergénnel, és megvan a hajlama, akkor valószínű, hogy nem lesz allergiás. De ha megvan a hajlama, és folyamatosan bombázzák azzal az allergénnel, amire hajlama van, mondjuk macskát, kutyát, hörcsögöt, papagájt tartunk otthon, akkor ez a meglévő hajlam manifestálódik, tehát felszínre kerül. Olyan is lehetséges, hogy valaki egyáltalán nem allergiás, de mondjuk nagyon sok ilyen állatot tart például, és előbb-utóbb akkor a szervezet megadja magát, vagy azért ennyire ne ijesszük el a házi állattartást? Nem. Tehát az allergiás hajlamnak lenni kell. Tehát arra, hogy allergiás legyen valaki, hajlama kell, hogy legyen. Attól, hogy valakinek nincs hajlama, és állandóan a parlagfű között mászkál, vagy kutyamacskát tart, attól ő még nem lesz allergiás. Gondolom az sem allergia, hogyha valaki például füvet nyír, és utána érzi azt, hogy van egyfajta reakció, az sem allergia még, mert amúgy meg nem. Hát, ha füvet nyír, és van egyfajta reakció, akkor már gondolni kell allergiára. Uh-huh. Tehát ez pont típusos tünet, amivel jönnek, hogy fűnyírás után folyik az orruk, tüsszögnek, akár köhögnek, vagy fulladnak. Jó, hát akkor remélem, hogy tudtunk segíteni. A lényeg az, hogy ha valaki úgy érzi, gondolom, hogy van egy kis allergiás reakció, akkor legjobb a szakorvos keres föl. Háziorvosi beutalóval előjegyzés alapján működünk. És akkor tisztán lát majd, és utána tud esetleg védekezni ellene. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Eddig tartott ma a 35 perc, legközelebb szerdán várjuk Önöket, akkor többek között az erdőkről és az erdőtelepítésekről is szó esik. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!